And I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. A hat középiskolából több mint 800-an sétáltak együtt a Narcisz futás résztvevői. A református dunamenti kistérségi diakónia által szervezett 2 kilométeres futás, vagy leginkább séta, a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnáziumtól indult, a végállomás pedig a sportcsarnok volt. Itt először Szalkai László, református lelkipásztor tartott áhítatot. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a narcisz. A narcisz a világon mindenütt a rákbetegeket, a rákban haldoklókat gondozó szervezetek gyakori szimbóluma. Jótékonysági tevékenységekben az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének szimbolikája. A rendezvényhez csatlakozott többek között Virág Lajos, világbajnoki ezüstérmes birkózó, és Cseh László úszó is. Én minden ilyen megkeresésnek nagyon örülök, és hát többször is hangsúlyozták a szervezők, hogy itt a gyerekekről van szó, az iskolás, középiskolás fiatalokról, és hát nagyon szeretnék, hogy én itt legyek, és akár csak annyi, hogy lássanak engem, vagy mondjuk egy találkozást meg tudjunk ejteni. Én nagyon örülök mindenféle ilyen kezdeményezésnek, én nagyon remélem, hogy egyre több mindenre lesz lehetőség, és anyagi ráfordítás, hogy az embereknek az élete jobbá válhasson. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy időskori gondozás, hanem ugye már a fiatalokat is olyan útra, olyan irányba kell terelni, hogy az számukra az elkövetkezendő években jól lehessen. És én azért is próbálok minél több ilyen rendezvényre elmenni, hogy egyfajta irányt tudjak mutatni a fiatalság számára. Azt nem tudom megígérni, hogy mindenkiből élsportoló lesz, de ha már egy kicsi erőt tud ebből meríteni, és az élet más területén ezt fel tudja használni, akkor érdemes volt ide jönnöm. A csarnokban Szabó József, Szigetszentmiklós polgármestere egy Halász Judit dal szövegével köszöntötte a jelenlévőket. Valahogy így szól. Nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok, és azt hiszem, már észrevetted, a jó tündér sem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról az a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Csodák már pedig léteznek. Az ilyen és ehhez hasonló programok lehetőséget adnak, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy egy jó ügyért összefogva milyen sokat tehetünk. És ebben fontos szerepük van a fiataloknak. A Méltóság mezeje program a tavasz narcisz nyílásához kapcsolódik, amely a diákokat szólítja meg, hogy fiatalkorban megismerjék a hospice szemléletet, a betegekért való együttérzést, illetve a kötelező önkéntes közösségi szolgálat lesz érettségi feltétele, és mi egy pici torta szeletként meg szeretném mutatni, hogy milyen segítségre, milyen lehetőségekkel lehet önkéntes szolgálatot elvégezni, ezért hívtuk meg a szeretett szolgálatok, Vöröskereszt és más civil szervezeteket, akik bemutatják a munkájukat, mert nagyon fontos, hogy ezt a diákok ne kényszerként és teherként éljék meg. A hospice szemlélet méltánytalanul háttérbe szorult a mai egészségügyi ellátó rendszerben. Ezért is fontos, hogy a fiatalokkal minél korábban megismertessék a hospice szellemiséget, a szolidaritás lényegét. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy az érettségi egyik feltétele lesz az 50 óra önkéntes munka. 130 kórházi ágyal rendelkezünk. Ezek a kórházi ágyakat ingyen kapjuk, ingyen adjuk oda a rászoruló otthonába, de ezek az ágyak megsérülnek, elkopik a festék rajta, és ezeket az eszközöket újjá tudjuk varázsolni, és mindjárt kellemes érzés, ha egy nem rozsdás ágy kerül egy beteg otthonába, hanem ezek felújítása kerülnek. De bármilyen dologban a többi civil szervezeteknél is segíthetnek, egy-egy internet
használatot megtanítanak, vagy egy-egy rendezvénynél nagyon sok önkéntesre van szükség, és ők egy-egy jótékonysági rendezvényen, de más feladat is az építkezés során nyilván lesz, amivel ők tudnak segíteni. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal vezetője, dr. Beck Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai rohanó világba is muszáj egy kicsit megállni, és elgondolkodni az élet történésein. A séta nagyon alkalmas a gondolatok rendezgetésére. Ugyanakkor sajnos ma már kihaló példán van, nem érünk rá ilyesfajta luxusra. Nem jut időnk arra, hogy fontos dolgokról emlékedjünk, lassítsunk, vagy néha akár meg is álljunk elidőzve egy-egy kérdésnél. Ezért nagyon fontos a mai nap, hogy egy kicsit más, mint a többi. Hogy időt szakítottunk, és talán elgondolkodunk az ember mulandóságán, az emberi lét legnagyobb megpróbáltatásain, amit egy súlyos betegség a halál közelítése jelent. Így fog kinézni a Majosházán épülő hospice ház. A felépítéshez és működéshez azonban közel 100 millió forintra lenne szükség. Mint mondták, egyelőre pályázati lehetőségek nincsenek, ezért lakossági, önkormányzati és vállalkozói adományokból próbálják összegyűjteni a hiányzó összeget. Adója 1%-ával ön is támogathatja a református dunamenti kistérségi diakónia munkáját, hiszen a szeretet legyőzi a félelmet.